Sziasztok srácok, én Martin vagyok, és ebben a videóban ismét a FIFA-ról lesz szó. Méghozzá kérésre csinálok egy újabb ilyen csapatbemutatós videót, mert az előző az már eléggé régen volt, és azóta van egy pár fejlesztés, ami azt illeti. Nem is kevés fejlesztés történt azóta. Amint rápillantotok a csatársorra, már láthatjátok is, hogy már ebben ezek a 8 játékos közül is rengeteg változás történt. De kezdjük is el akkor. Amint látjátok, Griezmann az maradt a régi, tehát ő még mindig tökéletes ebben a csapatban. Igazából ugyanazt tudom róla elmondani, mint az előző videóban. Egy igazi vadál. A másik kettő csatár, Alex Allegria és Friday, az ugyebár Game Changers mind a kettő, ezért is van a csapatomban. Plusz kettő balkontrollt meg markingot adnak, tehát tökéletesek. Fejlesztik mind a csatársort és a védősort is. Maradjunk tovább, Royce, hát ő is nyilván maradt a régi, tehát miért is változtatnák egy 99-es játékost. Még 6 plusz tartot is ad mindenkinek, tehát tökélet. Na és akkor most értünk a változás részhez, ugyanis van egy LF Hazardom, ami 95-ös, igazából csak 93-as, de a Game Changers-ök miatt felfejlődött 95-re, és ugyebár itt egy Dybala volt, azt hiszem, akkor már meg volt Dybala, nem tudom. Lehetséges, a lényeg, hogy előtt Dybala volt ezen a poszton, de azért, mert én először a csatár Hazardot, tehát az ST Hazardot fejlesztettem, és ő is 93-as, aztán rájöttem, hogy nekem az LF az jobban kéne, ugyanis egy csatárral szeretek játszani, úgyhogy elkezdtem az LF-et is fejleszteni, mint az állat, ezért most ő van itt. A másik oldalon RF-be pedig az új Domination Di Maria van, a statjai brutálisak, viszont az igazat megvalva én egy picit csalódtam benne, tehát nem azt mutatja, amit a statjai árulnak el róla. Hogyha majd lesz egy ilyen Di Mariás player, hát játékos teszt, akkor valószínűleg meg fogjátok látni ti itt. És a maradék kettő játékos, Dembélé és Werner, kettő Bundesliga master játékos, illetve az előbb egy picit betekintést nyerhettek a védősoromba, és ott is biztos láttátok a sok Bundesliga master játékost, így már nyilván tudjátok, hogy milyen csapatom van. Egy Bundesligás csapatom van, és Wernert az csak is a boost miatt használom, Dembélé pedig egy igazi állat, nézzétek meg a statjait, nagyon gyors, meg minden, 100-as balkontroll, 105-ös dribbling, labdát nagyon jól vezeti, longshotja is jó igazából, finishingje is, tehát nagyon jó. És akkor itt van a középpálya, hát amint láthatjátok, itt is egy csomó, azaz rengeteg Bundesliga master játékosom van, de haladjunk sorban. Egyébként azért van itt ez a sok fejlesztő ikon, vagy nem tudom mi az, de mert ugye van egy 92-es Dani Ceballosom, de őt most nem fogom használni egy darabig, és 11.000 quixelbe pedig nem akarom eladni. Van egy Carrascal-cam pozícióba, ő sem változott igazából, plusz 2 technik az kell nekem, úgyhogy ezért van itt James Rodriguez, őt is nyilván a csapatomba tartom, ez 99-es játékos, plusz 3 finishinget ad mindenkinek, úgyhogy ő is kell a csapatba. És akkor itt egy változás, Keita, 90-es Keita, ő neki a statjai, amint látjátok, valami fenomenálisak, tehát wow. És cam pozícióban van, és még a tackling is 91-es, tehát most egy cam játékosról beszélünk, és a védekezési statisztikái is eléggé királyak, de majd gameplaybe, játékos értékelő bemutató videóba, hogyha szeretnétek, akkor egyesével bemutatom ezeket a játékosokat, úgyhogy haladjunk tovább. Ugye a mostani event, ez a Golden Week, lehetett gyűjteni játékosokat, az egyik, amit kinéztem magamnak, az egy 96-os Inui, és meg is lett, tehát
ezt az egy játékost sikerült kiváltanom 96-osba. Egyébként Osakót is sikerült megszereznem, a 92-es Osakót, de a boost miatt Fernert használom. Ez a csávó is egy állat igazából. Nézzetek meg a statisztikáit, 94-es sprint speed, tehát gyors, és a ball control dribbling az 105-108, wow. Hát a három középpályás CM pozícióba Rudi, Thiago és Guerreiro. Rudit azt valószínűleg ismerhetitek már, amikor kinyitottuk, nagyon örültem neki, ugye az 1,5 milles pack opening videóban. Durva Rudi, hát még mindig egy igazi vadállat. Be is rakom középre egyébként. Ja nem, Guerreirot rakom be középre, mert őt szerettem volna kipróbálni középen. Thiagót is szerintem ismeritek már, bár hát igen, ő is volt már a csapatomba, úgyhogy valószínűleg láttátok, hogy hogyan is játszik. És akkor itt van egy új játékos, Guerreiro. Őt még nem nagyon próbáltam, mert ott volt célen és nem nagyon kapott labdát. Viszont statisztikák alapján ez is nagyon jó játékos lehet, szóval ki fogjuk próbálni mindenféleképpen ebben a videóban. Egy másik új játékos, Pulisic. Az a jó ezekben a Bundesligás játékosokban, hogy iszonyat jó. Keitának is 95-ös a sprint speedje, ennek 98, Guerreironak is 99. Ki van még itt? Rudi az nem gyors, meg Thiago sem annyira. Meg nyilván Xabi Alonso sem. De Dembélé is iszonyat gyors, Werner is, tehát azt a nagyon jó, jó kis futóbolond csapat. Hát jó az, és nem tudom miért cseréltem ki őket, de mindegy. Xabi Alonso igazából egyrészt a boost miatt van itt a csapatba, sőt, azért is vettem meg, hogy boostoljon ő is, mert egyébként lenne egy Kovácsicsom, de kell a boost miatt, és egyébként használni szoktam néha napján. Csak akkor ki kell cserélnem mindig Carrascát, mert mindjárt meg is mutatom. Igen, a 4-2-3-1, igen, ezt szoktam használni. És akkor Carrascát az egy kicsit leviszi az OBR-t, ezért ki szoktam cserélni. Hát Pirlo az ugyanaz, Matic pedig ugyebár az utolsó attack mode playerek közé tartozik. Hát nyilván ki is váltottam, mert ez a plusz 2 marking az iszonyatosan kell. Úgyhogy ja. Na hát akkor a védő soron pedig itt láthatjátok ezt a Plattenhartot és a Martinezt a boost miatt vettem, kizárólag a boost miatt, mert egyébként Game Changers lenne a helyükön, ide pedig Lemos. És vettem egy Socratist, Danny Rose és Coleman maradt a régi nyilván, és a Socratist az 97-es Socratist, neki is nagyon jó statisztikai vannak, és ez mellett ő is gyors, tehát védőhöz képest a 93-as sprint speed egy iszonyatosan jó statisztika. Hát a Game Changer Zabaléta is maradt, illetve a kapus is. Valamint itt van egy Van Dijk, őt is ebben az eventben szereztem meg, viszont a csapatom az ilyen fog maradni, tehát egy jó darabig szerintem ezt a csapatot fogom használni. Az egyetlen változás az pedig az lesz, hogy Van Dijk helyére fog jönni a 92-es Otamendi, aki az utolsó... Hol is van Bakker? Az utolsó attack mode playerek közé tartozik, és még ad plusz 2 strength-et is mindenkinek. Úgyhogy őt nagyon várom a csapatba. Még mennyi nap van? 10 nap múlva jön ő is, és akkor teljesen fullos lesz a csapatunk. De nézzük is meg a meccset. Nézzünk meg egy meccset, hogyan is szerepelnek a srácok élőben. Ezt a gyereket megtámadom, Mario, Super Mario-t megtámadjuk. És a 4-3-3-as False 9 le van counteredelve. Bakker. Na mindegy, ebben a felállásban is Guerreiro szerepel. Úgyhogy én most mindenféleképpen őt szeretném egy jobban kipróbálni. Úgyhogy ez a felállás tökéletes lesz. Kezdődjék akkor a meccs. Ez gyors előjük. Egyébként az előző csapatbemutatós videó óta már fejlesztettem a csapatot. Csináltam egy Premier League-es csapatot. És egyébként csak is azért, mert Otamendi Manchester City is, és vettem egy Ultimate Flashback jelturét, akiről már ugye láthattok
egy player review-t. Az szép passz volt, csak Griezmann a kapusba lőtte, és még mindig ott van, és már megint a kapusba, és. Oké. Okay. Szóval az a Turi ez egy állat volt, és csak is az ő kedvéért szerettem volna csinálni egy Premier League-es csapatot, de... Most, hogy így jöttek a Bundesliga Master Pack-ek, és nyitottam egy csomó jó játékost megint, visszajött a kedvem ezekhez az emberekhez, játékosokhoz, úgyhogy... Hát most így állunk. Igen. Na, viszont Guerreiro az nem nagyon szerepelt eddig, az viszont egy nem szabad rugás, oké. Okay. Guerreirót keressük meg. Hát ezt csak úgy random hátra passzoltam. Egyébként az szép Keita, gyönyörű és óriási játék Keita. Nagyon szép, kicselezett minden védőt. Szép volt. Most elméletileg az összes játékosom a roulette-cselt tudja csinálni. Guerreiro rúgja a szögletet. Oda rakjuk Szokratisznak a labdát. Akinek a fejelése elég jó, csak ez most nem sikerült. Tehát elméletileg most az egész csapatom a roulette-cselt tudja csinálni, ami nekem tökéletes. Ja tényleg, James Rodriguez, ő egyedül csinálja a Rainbow-t. Nem baj. Hát az egy szép blokkolás volt. Nem baj, mert rajta kívül mindenki rulettezik, ami nekem nagyon jó, mert az a kedvenc cselem. Rainbow cselt azt nem tudom használni még mindig. Inui pedig szépen berúgta. 96-os Inui. Hát azért ő se rossz. Hát Guerreirót azt nem sokat használtuk most sem. Hát azt túl közel, igen, túl közel vittem. De mindegy, 4-0, hát volt már jobb eredményem is, de most nem ez a lényeg. Guerreirót szerettem volna kipróbálni, de ebben a felállásban, illetve ebben a taktikában neki nincsen nagyon túlságosan fontos szerepe, de mindegy. Egyébként azt elfelejtettem még megmutatni, hogy ezeknek a játékosoknak a védekező statisztikái is nagyon jók itt CM pozíciókban, tehát Guerreirónak nézzétek meg, 99-es tackling, 97-es marking, tehát akár védőnek is elmehetne konkrétan. Rudinak is 94-es tackling és 87-es marking, tehát esküszöm, ezek támadásba és védekezésbe is egyaránt nagyon fontos szerepet játszanak, úgyhogy mindenkinek tudom ajánlani ezt a csapatot, nekem legalábbis nagyon beváltak. Na de köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, illetve írjatok le kommentbe, hogy kiről legyen a következő játékos teszt, játékos bemutató videó. Azt hiszem, hogy most jelenleg a mostani csapatból eddig még senkit nem mutattam be, szóval igazából bárkit írhattok, viszont ezt a 96-os Inuit szeretném most bemutatni a legközelebbi videóban, úgyhogy ja. Na de köszönöm, ezt már mondtam. Na sziasztok!